Schengen. Románia schengeni csatlakozásának ügye továbbra is szerepel az EU tanácsának svéd elnöksége napirendjén, közölte a Stockholmba látogató Nikolai Csuka kormányfővel való találkozója után a svéd miniszterelnök. Az osztrák kancellár azonban továbbra sem gondolta meg magát. Energiaárak. Hamarosan pontot tehetünk az energiaválságra, hiszen tavalyhoz képest több mint felére csökkentek az energiaárak, hangzott el egy bukaresti szakkonferencián. Ez mindenképpen jó hír a fogyasztóknak, bár nem csak ők kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt két év alatt. Turizmus. A kastélyok évének nyilvánította 2023-at a turizmus fellendítésével és a látogatásra érdemes helyek bemutatásával foglalkozó Visit Maros Egyesület. Készült térkép, terepasztal, de lehetőség van virtuális sétára, nyárra pedig egy kastélyokat érintő biciklitúrát is terveznek. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Hivatalos látogatásra érkezett Bukarestbe Franz Timmermans bel- és igazságügyi együttműködésért felelős biztos, az Európai Bizottság alelnöke. Timmermans a román államfővel és a kormány több tagjával is találkozott. Az Európai Zöld megállapodásról Táncos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Franz Timmermanst Klaus Johannis államfő fogadta a Kotrocsény palotában. Az Európai Bizottság alelnöke a kormány több tagjával is találkozott, a munkaügyi, az egészségügyi, a közlekedésügyi, a családügyi, a művelődési és a mezőgazdasági tárca vezetőjével is. Táncos Barna környezetvédelmi miniszterrel az Európai Zöld megállapodásról egyeztetett. Timmermans vezeti ugyanis Európa szerte az úgynevezett Green Deal programot. Az RMDSZ-es tárcavezető kiemelte, hogy a zöld átállásra való tekintettel rendkívül fontos megjelölni a finanszírozási forrásokat is. Arról beszéltünk, hogy támogatás nélkül nem lehet elérni ezeket a célkitűzéseket. Arról beszéltünk, hogy a polgároknak szükségük van az európai alapokra, illetve a hazai költségvetésből is a támogatásokra. Ilyen támogatás például a szociális klímalap, amelyből konkrét kifizetések fognak történni 2027-től kezdődően. Ilyen támogatásra van szükség akkor is, amikor az energiahatékonyságról beszélünk, hisz a háztartások szintjén konkrét anyagi támogatást kell nyújtani a háztartásoknak azért, hogy csökkentsék az energiafogyasztást, hogy növeljék a saját termelést, a napelemes programokkal például. A mezőgazdaságról is szó esett a találkozón. Táncos Barna szerint a hazai gazdákat kevésbé fogja negatívan érinteni a növényvédőszerek használatát csökkentő irányelv. A román gazdák védelme érdekében egy olyan képletet alkalmaznak majd Brüsszelben, amely megvédi a termelőket, mondta. Az Európai Bizottság alelnöke a civil szervezetek képviselőivel is tanácskozott a klímaváltozás elleni romániai intézkedésekről, majd részt vett az első romániai szociáldemokrata párt létrehozásának 130. évfordulójának alkalmából szervezett konferencián. A Párbeszéd újjáélesztése és hatékonyabbá tétele volt Nikolai Csuka kormányfő mai a svéd királyságban tett munkalátogatásának célja. Az Ulf Kristersson miniszterelnökkel való megbeszélés során a schengeni kérdés is felmerült. Munkalátogatást tett ma Stockholmban, és Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel találkozott Nikolai Csuka kormányfő. A két miniszterelnök négy szemközti megbeszélést folytatott, és megerősítették az országok közötti párbeszéd újjáélesztésére és hatékonyabb átételére vonatkozó közös céljukat, amelyek nem csupán a kétoldalú együttműködés szempontjából fontosak, hanem az uniós partnerség és a jövőbeli NATO szövetség szintjén is. A tárgyalás egyik fő témája a román kormány számára prioritást jelentő idei schengeni csatlakozás volt. I thank the Prime Minister for the positive stance and active support. Megköszöntem a miniszterelnöknek az Európai Unió tanácsának elnökségét jelenleg betöltő Svédország hozzáállását és aktív támogatását a konstruktív megoldások meghatározásában, amelyek lehetővé teszik Románia számára, hogy előrelépést érjen el a csatlakozási folyamatban. A svéd kormány álláspontja szerint Románia teljesíti a schengeni övezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki Ulf Kristersson, aki csütörtökön találkozott a Románia schengeni csatlakozása ellen szavazó Ausztria kancellárjával is.
Karel Nehammer nem gondolta meg magát Románia csatlakozásával kapcsolatban, válaszolt az újságírók által feltett kérdésre a svéd miniszterelnök. Leszögezte azonban, hogy az ügy továbbra is szerepel az EU tanácsának svéd elnöksége napirendjén. Mindent megteszünk, hogy közvetítsünk ezekben a vitákban, és ismétlem, mi, a svéd fél, támogatjuk Románia schengeni csatlakozását. Azt hiszem, az Európai Tanács részéről van egy olyan elvárás, hogy ez a kérdés még ebben az évben megoldódjék. De mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy minden országnak joga van a saját döntéséhez. De a kérdés napirenden van. Kristersson ugyanakkor köszönetet mondott Romániának a balti térségben tervezett légijárőrszolgálatokban való részvételéért, és arról biztosított, hogy Svédország készen áll teljesíteni a légijárőrszolgálatot a Fekete-tenger térségében, mihelyt elnyeri NATO tagságát. Aradon folytatódott az RMDS vállalkozóknak szóló konzultációs sorozata. A fórumon visszatekintettek az elmúlt két év kormányzati intézkedéseire, és leltározták a következő időszak tennivalóit. Az aradi vállalkozói fórum résztvevői megvitattak számos olyan specifikus problémát, amelyek nehezítik a vállalkozások tevékenységét. Szó esett pályázati lehetőségekről és adózási kérdésekről is. Az adózási gondok, a szakemberhiány, hát ezt itt nem tudjuk orvosolni, ugye, meg a pályázatok, amelyek nagyon késve írják ki, és nagyon nehezen lehet életbe ültetni, gyakorlatba ültetni bármilyen pályázatot. Az európai pályázatok kérdésköre volt az egyik legvitatottabb témája a találkozónak. Megtudtam, hogy engemet konkrétan érdekel ezek az EU-s pénzeknek a lehívása, milyen pályázatok indulnak, milyen lehetőségek lesznek a jövőben, és a szakmámmal kapcsolatosan milyen pénzeket tudnék a jövőben lehívni. Tehát mezőgazdaságban tevékenykedek, tehát amit elhangzott, IMME Invest, stb. Pályázatok, ezeket én már lehívtam, és ki is használtam az állam által adott lehetőséget. Emellett fókuszba került a munkaerőpiac alakulása is, hiszen a vállalkozók többsége szembesül a munkaerőhiánnyal. Kiürült az ország, hiányzik jó pár millió aktív munkavállaló ebből az országból, és problematikus ezt a munkaerőhiányt kezelni. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy különböző pályázati lehetőségekkel, amelyek az elkövetkező években előttünk vannak, azok a léjenek a vállalkozók, amelyel valamilyen szinten automatizálni tudják a folyamataikat, kutatási és innovációs jellegű projekteket tudnak létrehozni, amelyek a vállalkozások versenyképességét tudják növelni. A képviselő ma már a Maros-szigeten, holnap Déván találkozik az érdeklődőkkel az RMDS konzultációs sorozatának keretében. Jelentősen több mint felére csökkentek tavalyhoz képest az energiaárak. Látjuk a fényt az alagút végén, pontot tehetünk hamarosan az energiaválságra, mondják a szakemberek, akik Bukarestben egy szakmai tanácskozáson vettek részt. Tavaly július-augusztushoz viszonyítva felére csökkent az energiahordozók ára Romániában. A szerencse is közrejátszott, az enyhe tél miatt úgy a gáz, mint a villamos energia ára is csökkent. Az árak azok lementek, tehát felére csökkentek, mint a tavalyi évben. Innen kezdve az a fejezet is be kell következzen, hogy a szolgáltató cégek újabb árakkal rukkoljanak elő. Természetesen itt azok a szolgáltató cégek, akik komolyan vették feladatukat, ők azért hosszabb periódusra szerződték le a villamos áram mennyiségeket, pontosan azért, hogy lefedjék a fogyasztói portfóliójukat. Az energiaszolgáltatók zöme azonban panaszkodik. Szerintük a gyakori törvénymódosítások miatt folyamatosan kénytelenek újra számolni és korrigálni a számlákat, ami a fogyasztók bizalomvesztését eredményezi. A Romániai Energiaszolgáltatók Szövetségének elnöke kifejtette egy szakmai konferencián, hogy az elmúlt két év sorozatos válságai miatt az energiaszolgáltatók és kereskedők nehéz helyzetbe kerültek, mert gyakran olyan dolgokért hibáztatták őket, amikről voltak épp nem tehettek. Országos viszonylatban olyan helyzet is kialakult, hogy bizonyos szolgáltató hónapokat késett a számlák kibocsátásával. Az ő klienseik valószínűleg hogy sokkal kellemetlen helyzetben vannak, mert amellett, hogy kapják a tavalyi év fogyasztását, és annak ellenére részletfizetési lehetőségük van, szép lassan kezdnek jönni a kurens hónap fogyasztására is a számlák, úgyhogy ez egy kihívás lesz. Mindenképpen odafigyelünk erre,
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szolgáltatókkal. Az Országos Energiaszabályozó Hatóság emiatt a szolgáltatók ügyfeleinek jogait bővítő és a számlát leegyszerűsítő rendeleteket hozott, amelyek alapján a számlákon fel kell tüntetni a végső ár összetevőit, illetve rögzítik a számlákon kötelezően feltüntetendő információkat. Amennyiben a szolgáltató a számlát a szerződésben előírt vagy a hatályos rendelkezésekben megszabott számlázási időszaknál hosszabb időszakra állítja ki, akkor köteles késedelmi díj felszámítása nélkül részletfizetési lehetőséget biztosítani a fogyasztónak. Az RMDS Szilágy megyei szervezete magyar nyugdíjasoknak tartott fórumot csütörtök délután Zilahon, amelyen közel 100-an vettek részt. A találkozón jelen volt Márkus Etelka, az RMDS nőszervezet nyugdíjasokért felelős alelnöke is. Szilágy megye jó részt magyar lakta községeiből az önkormányzati vezetők kíséretében érkeztek a nyugdíjasok a Zilahon számukra rendezett fórumra. A kötetlen beszélgetés a Tervete Néptánc csoport fellépésével kezdődött. Nagy megelégedés számomra, hogy ilyen szép számmal jelentkeztek a nyugdíjasok a fórumunkon, hiszen nagyon sok megbeszélni valunk van. Nem azért, mert nem találkoznánk, hiszen elég gyakran találkozunk a községekbe, a közigazgatási egységekbe, de így együttesen egy külön élmény volt találkozni a nyugdíjas emberekkel. A találkozón felvetődött a gáz- és villanyszolgáltatás, valamint a számlák kérdése, az egészségügy, ami nagyon fontos az idősek számára, és a nyugdíjas klubok létrehozása. A szociális rendszer jól működik a megyében. RMDS kezdeményezésre szociális programot működtet a megyei tanács, ugyanakkor a megyei nőszervezet és az egyházak támogatásával karácsonyra több mint 3000 ajándékcsomagot osztottak ki az egyedül élő időseknek, mondta a képviselő. Akkor, amikor az RMDS családpolitikájáról beszélünk, akkor ott nem csak anya, apa és gyerek van, hanem ott vannak a nagyszülők is. Az RMDS nőszervezete nyugdíjasokért felelős alelnöke kiemelte, az lenne a cél, hogy olyan törvények szülessenek, amelyek lehetővé teszik a nagyszülői gyest is. A találkozón elhangzott, nagy az igény a nyugdíjas klubokra, ennek létrehozásában, bejegyeztetésében felajánlotta segítségét a megyei szervezet. Szilágybagoson működik nyugdíjas klub, 16-20 nyugdíjas jár oda, jelenleg csak hölgyek. Ők is nagyon jól érzik magukat, minden héten a kultúrotthonba egy helységbe összegyűlnek, énekeket tanulnak, sakkoznak, elfoglalják magukat. Néha szoktak kirándulásokat is szervezni, főleg nyáron. A polgármester elmondta, a településen 2016 óta működik az idősek nappali gondozása, és azt tapasztalja, ha az ilyen jellegű szolgáltatás jól működik, akkor az idősek nem kerülnek otthonokba, és hosszú ideig maradnak a közösség aktív tagjai. A Maros megyei kastélyokra fókuszál idén a megye turizmusának népszerűsítésével foglalkozó Visit Maros Egyesület. Annak érdekében, hogy a régi neves épületeket, illetve a megyét népszerűsítsék, virtuális sétára nyújtanak lehetőséget a weboldalukon, valamint nyáron biciklitúrát indítanak. Virtuális sétán vehetnek részt az érdeklődők a Visit Maros weboldalán. Az új funkció lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy számítógépről vagy akár mobiltelefont használva bejárja Maros megye utcáit, valamint betekinthessen a látványos épületek belsejébe is. Ugyanakkor az Egyesület idén a kastélyturizmusra fókuszál, ennek megfelelően a virtuális sétán pedig a régi építmények is bejárhatóak. Szántó Lóránt, a Visit Maros igazgatója híradónknak elmondta, a megyében több mint 60 kastély látogatható. A népszerűsítés érdekében 3D-s makettet készítettek, ugyanakkor térképeket helyeznek el az érintett kastélyok előtt. Fotópályázat is fog indulni április közepétől, melynek végeredményeként majd augusztusban a forgatagon eredményhirdetés lesz, és egyben egy kiállítás, ezt a kiállítást több helyre is el fogjuk szállítani. És ebből a kiállítás anyagból fog elkészülni a 2024-es Visit Maros naptár. Emellett egy Visit Maros biciklitúrát is fogunk szervezni június 11-én. Hozzátette, a biciklitúra körülbelül 10 órás lesz, amelyre több mint 30 résztvevőt várnak. Az út 6 kastélyt érint. Marosvécsről indulnak, a végállomás pedig a marosvásárhelyi középkori vár lesz. A túrát idővel rendszeressé tennék, ugyanakkor odafigyelnének arra, hogy az útvonal változatos és izgalmas maradjon.
Elkezdődtek a felújítási munkálatok Kolozsvár központjában. Új köntösbe öltöztetik az egykori Melódi szállódát, amelyet jelenleg a Sapientia MT táncművészet is diákjai és az Erdélyi Hagyományok Háza kolozsvári munkatársai használnak. A Sapientia Alapítvány felújítja főtéri épületét, Kolozsvár egyik emblematikus létesítményét, az egykori Melódi szállodát. Az épületben jelenleg néptánc és népzene oktatás folyik a Sapientia MT táncművészet szakdiákjai számára, illetve az Erdélyi Hagyományok Háza kolozsvári irodája is itt található. Szenkovics Dezső, a kolozsvári kardékánya elmondta, külső és belső felújítási munkálatok vették kezdetét. Külső homlokzat fog teljes mértékben megújulni, tetőszerkezet, javítás és cserépcsere lesz az épületen, illetve vannak olyan belső felületek is, amelyek egyfajta átalakításon és felújításon mennek keresztül. Ez a pincét fogja jelentős mértékben érinteni, illetve a földszinten található régi étterem felületét és a mögötte található konyharészt. Hozzátette, itt irodahelyiségeket alakítanak ki, amelyeket majd a Hagyományok Háza munkatársai használhatnak. Az első emeleten a táncművészet és diákok számára egy modern táncstúdiót terveznek, illetve további oktatásra használható termet alakítanak ki. A második emelet viszont érintetlen marad, hiszen azt az előző tulajdonosok felújították, jelenleg ott vendégszobák vannak. A felújítási munkálatok nem befolyásolják ezt a tanévet. Az optimista forgatókönyv értelmében már ősszel elkezdhetik az oktatást, viszont legrosszabb esetben is 2023. decemberéig végez a munkálatokkal az építkezési vállalat. A felújított épületben eseményeket is kívánnak szervezni, a pincében táncházakat, kisebb koncerteket, kiállításokat terveznek. Duplájára növelték az egyháztámogatási program pályázati keretét, továbbá új nem klerikális állásokat hoztak létre Kolozs megyében. A támogatási program célja segíteni az egyházak fennmaradását és a templomok, parókiák felújítását. A Kolozs megyei képviselőtestület költségvetés kiigazítást hagyott jóvá, amelynek értelmében 1,5 millió lejjel kiegészítik az egyháztámogatási program pályázati keretét, és 11 új nem klerikális állás létrehozásával segítik a magyar egyházakat is. A gyulafehérvári római katolikus érsekség, az erdélyi református egyházkerület és a romániai evangélikus luteránus egyház számára 3-3, a magyar unitárius egyház számára 2 új világi állást hagytak jóvá. Fontos, mert nekünk partnereink, ugye pláne a községekben a tanító és a pap, a polgármester mellett ezek a legfontosabb emberek, és ugyanakkor ott vannak az épített örökségeink, amelyeket szemmel tartjuk, és állandóan próbálunk, ahonnan csak lehet, javításokat, karbantartásokat eszközölni. Hozzátette, a Kolozs megyei tanács márciusi ülésén terítékre került az állami kongruák számának bővítése is, vagyis a lelkészek államtól kapott fizetésének kérdésköre. A kéréseket a vallásügyi államtitkárságnak továbbították. Miért baj az algásodás és mit tehetünk ellene? Ezekre a kérdésekre keresték a választ fiatal középiskolások, akik a kérdés megválaszolása érdekében előadást szerveztek Csíkszereda egyik közkedvelt kávézójában. Mint kiderült, aggodalomra van ok, hiszen a Szent Anna-tó jövője is függhet az algáktól. Üzöttük, ahogy vannak mérgező gombák, sajnos vannak mérgező algák is. Ezek a mérgező algák sok kárt okozhatnak környezetünkben, derült ki a vetített előadásból, melyet a találkozó elején vita indítóként tekintettek meg az érdeklődők. A Leaders for All Egyesület általános és középiskolásoknak szervezett rendezvényeinek részeként létrejött előadás középiskolások ötlete és elképzelése alapján született meg. A Leaders for All Egyesület középiskolásai kerestek meg engem azzal a felhívása, hogy szeretnének a Szent Anna-tóról egy előadás, illetve egy beszélgetést a középiskolásokkal, és hát ennek szívesen eleget téve közösen beszéltük át, és hoztuk létre ezt a mai tulajdonképpen ismeretterjesztő programot. Ez egy közeli probléma, itt van hozzánk közel, és minél több ember kéne tudjon róla, hogy lássen rajta változtatni.
A szervezők fő célként a figyelemfelkeltést és a cselekvés elindítását jelölték meg, valamint annak tudatosítását, hogy a változás mindig az egyénnel kezdődik. Nagy érdeklődés övezi a csíkszeredai szabadságtéren zajló hagyományos és helyi termékek húsvéti vásárát. A kétnapos vásáron több mint 130 termelő és kézműves kínálja mindazt, ami elmaradhatatlan a húsvéti ünnepi asztalról. Hagyományos módszerrel, kesicével és mévviasszal készülő tojásírást is tanítanak a vásárban, de aki ezt már tudja, az kipróbálhatja a mézes kalácsok díszítését. A kézművesek szerint az utóbbi években reneszánszát éli a tojásírás Székelyföldön, nagyon sokan tanulták meg újra a mintákat és a folyamatot. Egyre többen fognak neki, egyre többen várják a fiúkat írott tojással, úgyhogy tehát ők készítsék el. A hagyományos piros tojások mellett nagy az érdeklődés az újdonságok, a modernebb, új technikával, fából készült tojásokat is keresik a vásárlók. Az az igazság, hogy inkább az ilyen hagyományos kifújt tojásokat, de viszont ragaszkodnak azért, mert nem törik, tehát maradandó. Vásárról vásárra változik a kuncsaftok igénye, ízlése, érdeklődése, állítják a kézművesek. Hát érdeklődnek Csíkszeredában nagyon, a kosárterítők azok kellenek, igen. Van-e különös igényük az embereknek? Keresnek-e valamilyen egy bizonyos fajta terítőt? Hát a tulipánost azt, igen, és a tiszta fehéret. Nem sok, amúgy rejelteszem meg azt a... A hústermékek standjainál kígyóztak a legnagyobb sorok ma. A drágulások miatt kevesebbet, de mindenki próbál egy-egy kicsi sonkát, füstölt kolbászt beszerezni az ünnepi asztalra. A sonka lakkárás itt igazából az most a szezonális. A rútat az az ünnepi alkalomnak a fő étele, a varany mellett ugye. A vásár első napján is nagyon sokan kilátogattak a térre, végignézegették a standokat, megvásárolták a húsvéti ünnephez szükséges élelmiszereket. Különlegesen szép, nekem nagyon tetszik, mindig élvezek ide kijönni. A kézműves termékeket, azokat szeretem a leginkább, mintha egy kiállításra mennék, és ott gyönyörködök bennük. Vettem is egy nagyon szép mézes kalács szívet. És az árak? Az árak hát meglehetősen magasak, de ez van ma. A csíkszeredai szabadságtéren is promenádon zajló hagyományos termékek kiállítása és vására holnap is várja a látogatókat 8 és 18 óra között. A Gyergyói Hoki Klub a trófeáért küzd, ma este Sporttal folytatjuk. Híradónk előtt kezdődött Gyergyószent Miklóson a Jégkorong Erste Liga döntő sorozatot lezáró 7. mérkőzése a Gyergyói Hoki Klub és az FTC Telekom között. Aszalos Kamilla kolléganőnk ott van a helyszínen. Szervusz Kamilla! Mi történik most Gyergyószent Miklóson? Hol tart a mérkőzés? Milyen a hangulat és mennyi jelenleg az eredmény? Köszöntöm a kedves nézőket! A Gyergyói Hoki Klub talán történelmének talán legnagyobb mérkőzése zajlik éppen mögöttünk. Fergeteges a hangulat, teltházzal várták a Ferencváros és a Gyergyói Hoki Klub csapatjait, és mondhatjuk, hogy elhozták haza a döntők döntőjét, ugyanis 7. alkalommal lépett egymás ellen a jégre a Fradi és a GHK. Bár az állás nekünk kedvezett, hiszen Vince találatával megszerezte az első játékrészben a vezetést a Gyergyói Hoki Klub, nemrégiben egyenlített a Fradi. Egyelőre a Gyergyói Hoki Klub mutatkozott erősebbnek, a védekezésre koncentrálnak, és bízunk abban, hogy az est végén megszerzik a győzelmet. Amint hallhatják a nézők is, a szurkolás az első pillanattól kezdve szüntelenül zajlik. Hajrá, Gyergyói Hoki Klub! Köszönöm a figyelmet! A stúdiói a szó! Aszalos Kamilla, köszönjük szépen! 11. alkalommal szervezték meg a Battle on Snow Snowboard és Sífesztivált a Madarasi Hargitán. A rossz idő ellenére nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, több mint 100 sportoló mérte összetudását.
Idén is sokan érdeklődtek a Battle on Snow, Snowboard és Ski Fesztivál iránt. A megmérettetést 11. alkalommal szervezték meg a Madarasi Hargitán. Bár a rossz idő nem kedvezett a versenyzőknek, több mint 100 sportoló mérte össze tudását. A Slopestyle versenyen 60-nál is többen álltak a rajthoz, a 4. alkalommal megszervezett Snowboard és Ski Cross versenyen pedig több mint 100-an. Kinda Géza szervező híradónknak elmondta, a kedvezőtlen időjárás ellenére a szervező csapat minőségi helyszínt biztosított a versenyzők számára, a hazai sportolók pedig kiváló teljesítményeket értek el. Rengeteg versenyző volt az ország összes területéről, Bukarestből, Aradról, Nagyváradról, de Moldvából is voltak versenyzőink. Neki volt a külföldi versenyzőink, és egy pár amerikai versenyző, meg angol versenyzőségét részt a versenyet. A Ridemore csapat, ami Csíkszeredában van, amiket mi edzünk, elég jó eredményt értek el, hiszen mondani elkaptam, hogy Bartol is hanyagyta, és indulő kategóriában, meg szennyi kategóriában országos bajnok lettek. Pont így a Fenn-Férfi Horváth Tamás is országos bajnok lett, meg Réz Zoltán harmadik. A verseny azért is jelentős a sportolók számára, mivel egyben országos bajnokságnak is számított. A győztesek és egyben a romániai snowboard válogatott tagjai Olaszországban a junior világbajnokságon zárják az idényt. Sporthíreink után mutatjuk a holnapi időjárás jelentést, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!